Üdvözöllek benneteket itt újra. Coverit látjátok, halljátok, illetve hát nem engem láttok, hanem a Fallout folytatást. Lássuk is akkor, hogy hogyan haladunk tovább itt a pályán. Azt hiszem, hogy itt ugye megkaptam az első küldetést. Hopszi, 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 hát ez mi volt? Valami kis rakéta, vagy repülő, vagy nem tudom, felrobbanhatott. Hát na mindegy, who care. Aha. Szóval megkaptam az első küldetést. Viszont a pisztolyon kívül nem nagyon van fegyverem. Tehát érdemes lenne kicsit körülnéznem, kutakodnom. Hol is vagyok? Ugye az előbb a 101-es menedéknek a bejáratához mentem tévedésből. Egy kicsit ki kell magamat ismernem ezen a részen, ezen a tájon. Körbenézek hát, ha találok valami jó fa aprító, csavarkulcs. Nem tudom, hogy ezekkel lehet egyébként mit kezdeni. De biztos lehet. Hopp, mi ez? Mini atom. Ezt mondjuk azért úgy nem biztos, hogy magamhoz vettem volna a való életben. Fűnyírók és hát ezek hülyeségek, gondolom. Igazából hopp, oda nézzenek. Valaki itt elég sokáig várt ahhoz, hogy gáz legyen. Viszont van egy vadászpuskám. Amatőr rádió. Lássuk, leülünk a székre. Talán tud valaki segíteni. Haló! Haló! Van itt valaki? Rajtam is a csontvázon kívül? Nem nagyon. Nagyszerű, van lőszerünk is. Igazából na, örülök, hogy ide bejöttem. Beüzemeljük a vadászpuskát. Állapota, hát nem valami jó. Nem baj. Síralmas állapotban van, és többet is tudna sebezni, ha megjavítani itt. Piboly, használatával tudsz tárgyakat javítani, vagy ha elveszíted őket, vagy elviszed őket egy kereskedőhöz. Ja, hát gondolom még nincs elég tapasztalati pontom ahhoz, hogy meg tudjam javítani. Hoppá! Aztán véletlenül eldobtam. Jaj, ne, hol vagy? Oké. Még kicsit szokatlan nekem a kezelése. Pláne ez a pibolyos megoldás, de nem rossz egyébként. Tehát én azt mondom, ez így elég baráti. Állapotom. Igazából van valami kis sérülésem, de nem nagy cucc. Valahogy ezt meg lehet javítani, de hogy? Na mindegy. Kit érdekel. Megyek az utamra, az lesz a legjobb. Küldetés közben mindig szoktak azért fegyvert adni a játékkészítők. Melyik a legjobb állapotú? Ez. Nem akarom pazarolni a vadászpuskát, gondolom ez lényegesen messzebbre tudok célozni. Bár nem tudom, hogy ilyen állapotban biztos beleszámít, hogy hogyan találok, meg hogyan nem. Hát ezért, srácok, ez egy elég kihalt terület. Nem nagyon van kóvágás. Nem nagyon van igazából élet. Kivéve ezek a tehenek. Ezek is ilyen ótvarocsmány kétfejűek, gondolom. Brahim. Na mi van? Jó van, csak legelésznek. Azt hittem már nekem támad. Uff! Hát mondjuk nem a legnagyobb poén bocikám abból inni. Ebből nem lesz Milka csoki, azt tuti. Hanem valami paksi csoki lesz. Csontváz mindenütt. Hopp. Ja, hogy belugrottam a vízbe. Fantasztikus. Ó, lőszeres doboz. Vagy nem? Nem. Ha. Elvileg abba az irányba kéne mennem. Azért egy elég jó kis alternatív valóságot találtak ki. Hopp. Ja. Páncélzat.
Szóval van páncélzetem. Nem szedem le, mi hasznom van belőle. Az komoly, hogy itt, itt ezek a buszok is uránnal mentek. Igen, egyébként végül is fejlődhetett volna így a társadalom. Ugye egészen egyszerűen mindent hirtelen uránnal kezdenek el meghajtani, és könnyen lehet, hogy egy ugyanilyen alternatív valóság nem is alternatív lett volna, hanem megvalósult volna a mikorunkban is. Régi bár, minden ilyen amerikai 60-es évek feeling. Jó, hát kivéve nyilván azt, hogy itt a két konyhás éppen az ebédszünetét tölti, körülbelül egy olyan 4-5 éve, ahogy látom a padlón. Hát, ott egy metróállomás. Aha, hoppá, mondtam én. Tudom, le kéne menni. Belépni tilos DC közlekedési hatóság utasítására. DC. Ez a cipőmárka. Vagy a... Mi van még DC? Ó, milyen kis várok vannak itt. Kis beengedőkapuk. Hoppá, és valami kis sipolás, pittyegés. Hát itt már gondolom lesz akció is. Nem vagyok benne biztos, de nem gondolom, hogy végig ilyen felhőtlenül egy-két kutyával fogok csak találkozni. És ahogy látom, itt vannak is cseresznyebomba. Most tényleg bomba, vagy mutánstök, vagy valami gyümölcs. Ki tudja mi. Valamire biztos jó lesz. Ágy. Aludjak. Hát most nem vagyok. Hopsz, 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 hopsz. Lekapcsolom a világítást. Hopp, 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 hopp. Na mi van? Á, egyből támadunk? Hát akkor... Akkor nincs mit tenni. Azért van... Hopsz. Fejveszve menekült a fosztogató. Hát ezért ez elég barátságtalan dolog. Én ezt a játékot úgy akartam csinálni, hogy... Mindenkivel haverkodok, na de ha nem lehet vele, akkor... Akkor én nem fogok neki ízélni, udvarolni. Kritikus találat. Aki fegyvert fog, az fegyver által vészel. Ők támadtak rám, nem én. Hát, igazából... Nem annyira húzós ez még, hogy följavítsam magamat. Azért jó, hogy a pibbolyjal egy kis időt nyerek. Csodaragasztó, pumpa, ócskavas. Pumpát is elviszem. Nem tudom mit... Cigi. Nem dohányzok már egy jó ideje szerencsére. Na, ajj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 aj
csinálva. A kis coffos csajszi. Balkar. Fej. Másik. Jaj, hagyjuk már. Hát nem igaz, hogy nem tudok kilőni egy fedezékből. Na, még egyet. Ennyi. Jó, jó ez a harcrendszer. Baromira tetszik, de tényleg. Na, ennél végre van valami fegyver is. Blastmaster páncél. Hát végül is ruhánál csak jobb. Na, lássuk, lássuk. Itt viszont besunnyogunk. Nem fog csak úgy berombolni, mint valami idióta.
Hó pihe. Ha hó pihe. Hát... sehol senki, szerintem megtisztogattam ezt a részt. Mondd el Fallout 3 karakter, és kapa egy fejlővést vala. Igazából nincs bérletem, lehet, hogy ezek ilyen jegyellenőrök voltak, és itt így nyomják. Lassan már Magyarországon is így fogják a BKV ellenőrök szerintem. Na jó, itt azt hiszem semmit nem lehet találni. Legjobb lesz, hogyha a körbenézek jó alaposan, hát ha találok még valamit, mielőtt tovább indulok. Hopp, ez mi? Ja, egy roncs. Kapcsoló. Semmi. Hopp, 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 valami mozgás van. De lehet, hogy semmi. Jaj, 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 jaj. Ja, csak belerúgtam. Oké. Okay. Semmi gáz. Jet. Medix. Az jó. Scatch. Felpörő. Scatchot is elveszük. Lőszeres doboz. Szuper. Szuper. Na. Mi minden van itt a metróba. Most halkan. Lopakodni fogok. Ilyenkor szokott jönni, hogy így mész, 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 és egyszer csak BÁ! Hop, hop, hop. Bocs, srácok, aki elnézést attól, akinek gatyát kellett cserélnie. Ezért milyen kommenteket fogok kapni, már előre látom. Remélem azért senki nem borul le a székről. Vagy ne, és így elképzelem, hogy valaki este 11-kor nézi. Azt én aztán tudok lopakodni. Este 11-kor nézés itt. Kajak, míg a szomszédok is felébrednek. Bocs, srácok, hülye poén volt. De nem bírtam kihagyni. Na gyere, gyere te kis zsivány. Két emberke is van. Aha, tehát itt ez esélytelen. Jó, két ember is van. Szerintem. Na mi legyen, rambózzak? Ez nem az a rambózós játék, azt tudom. De mégis nem töltetem itt a karácsonyt. Ops. Hát igen, ahogy látom, eljött az idő. Ez az alkalom most megfelelő arra. Hú, és mindet bekaptam. Ennyi. Na de nem zavartatja magát. Ezek a fosztogatók süketek, az szinte biztos. Szadista páncél. Hát, na mindegy. Mi ez a kis tining? Mint a Alien vs. Predatorban. Ahogy hívják, az a mozgásszenzor. Tling, tling. Na gyere, te kis fosztogató. Ó, késed van. Akkor gyere közelebb. Így van. Fej. Csak is a fej. Hoppá! Hoppá! Hát ezt elkaptad. Cigi. Idegbeteg sisak. Hát kb. Tényleg. Jó, nem fogok minden szutykot azért én se fölvenni. Remélem azért van értelme, hogy ide lejövök. Nem csak az, hogy itt kóvályogok. Bár találtam lőszert, találtam pisztolyt. Kicsit beparáztattam mindenkit. Na, ígéretesnek tűnik. Sör. Jet. Nem tudom, mire jó. Fém doboz üres.
Hasadó anyag akkumulátor. Csak jó lesz valamire. Semmi. Mi az? Vodka. Majd Szergejjel találkozok, odaadom neki. És... Csak csendben, csak halkan. Hogy senki meg ne hallja. Na. Ohohoho, lőszer. Na, lássuk. Hoppá. Hát nem vagyok egy nagy Pick the Lock Meister. Igazából nem tudom ezt hogy kell. Nem baj, előbb-utóbb rá fog jönni. Várjunk csak. Itt valamit hallanom kéne, vagy valami ilyesmi? Vagy csak egyszerűen irányba állítom, vagy mi? Igazából húzogatom az egeret jobbra-balra, de nem hallok semmit. Aha, jó, beletörtem. Valahogy ez... Na, nem igaz. Na mindegy, próbálom még.